A torontói pünkösdi gyülekezet karácsonyi istentiszteletéből láthatnak most részleteket. Amikor a karácsonyról van szó, akkor nem szabad eltévesztenünk a lényeget. A lényeg nem a karácsonyfa, a lényeg nem az ünnepség, a lényeg nem a vacsora, az én lényeg nem az ennivaló, a lényeg nem az, hogy minél többet vásároljunk. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, és megszületett, mint megváltó, megszületett, mint szabadító, eljött azért, hogy elvegye ennek a világnak a bűnét. És hogy megváltson bennünket, és örök életet adjon mindazoknak, akik hisznek ő benne. Az igazi karácsony, és ezt Isten igéje alapján mondom, hogy az igazi karácsony változást hoz az emberben. Változást. Változást, ami nem abból indul, hogy ma így öltözködtem, holnap másképpen öltözködök. Változás nem abban, hogy ma így hordtam a hajamat, holnap másas a frizurám. Változás nem abban, hogy ma ilyen szoknyában vagyok, holnap amolyan szoknyában vagyok. Változást, ami a szívben kezdődik el. És amire lehet, hogy neked is már régóta szükséged van rá. Van egy Erzsébet és van egy Zakariás nevezetű házaspár, akik idősek, akiknek már nagyon régóta nem lehet gyermekük, és egyszer csak egy angyal megjelenik nekik, és azt mondja, hogy gyermekük lesz. Egy változás. Ezzel indul el az egész. Keresztelő János hirdetés, születését hirdeti meg az angyal. Ez az első változás, ami megváltoztatja a Bibliában a karácsonynak az eseményeit. Mert János az, aki utat készít az Úr Jézus Krisztusnak, hogy az emberek megismerjék őt. Aztán itt van egy másik változás. Mária és József összeházasodik. Gondoljatok bele, hogy nem könnyű az a kihívás, ami életükben van. Nem könnyű híreket kapnak. De József eljut arra a döntésre. Egyszer csak megváltozik a szíve ebben a sokféle vívódásban, hogy vajon Mária nem fog becsapni? Vajon Mária nem akar megvezetni engem? Vajon ki az a férfi? És ebből az egész vívódásból eljut oda, hogy Mária, én elveszlek téged feleségül, és szeretnék veled együtt élni. Egy óriási változás. Egy másik változás. Mária és József épp hogy megházasodnak, épp hogy megszületik a gyermek, Mária és József arra kényszerül, rögtön költöznek egyet. Elköltöznek Egyiptomba, Egyiptomból pedig rá néhány évre visszaköltöznek Galileába. Gondoljatok bele, hogy mekkora változás hozott ez az életükben. Ha azt mondtuk volna nekik, hogy Mária József, boldog karácsonyt kívánunk, valószínű, hogy azt mondták volna, hogy te tudod, hogy mit jelent számunkra az első karácsony? Változást hozott az életünkben. Változást hozott a kapcsolatunkban. És van itt egy óriási változás, testvérek. Van egy király, akit Heródesnek hívnak, és ahogy megtudja, hogy egy gyermek fog megszületni, akiről azt mondták a napkeleti bölcsek, hogy egy királyi gyermeknek a sarjadéka meg fog születni, és elhatározta ez a király, mivel nem tudta megkeresni a családot, nem tudta pontosan, hogy hova fog megszületni, elhatározott, hogy minden gyermeket megölett, aki 2 éven alul van. El tudjátok képzelni, hogy mekkora változás ez egy társadalom életében? Kedves testvéreim, miért van az, hogy sokszor, amikor karácsonyhoz közeledünk, mi azt gondoljuk, hogy ha ez meg ez meg ez meg lesz, akkor meg lesz a tökéletes karácsonyunk. És így évről és évről mindig csak álmítjuk magunkat, és évről és évről mindig csak fejfájást okoz, mikor jönnek az ünnepek, hogy mennyi munka, mennyi vendégeskedés, mennyi ajándék, mennyi hely, amelyre el kell mennem. Holott az igazi karácsonynak az elsődleges mondani valója az, hogy változást hoz az életedben. Békesség, jó estét, Szent Karácsony ünnepén,
Tokaj Wine Boutique és Restaurantban több mint 50 magyar bor és 20 féle pálinka közül válogathat. Az étterem ideális hely születésnapi partik, baby és wedding showerek, kisebb rendezvények, továbbá céges partik számára. A nálunk kapható magyaros ételekkel biztosan nem van szégyen vendégei, üzleti partnerei előtt. Látogassa meg a Tokaj éttermet, ha igazi magyaros környezetben szeretné élvezni a magyar ételeket és borokat. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves vendégeinket a Tokaj étteremben.